A MÁV alkalmazásban a vonatjegyeken és helyközi buszjegyeken túl bizonyos távolsági buszokra helyjegy is vásárolható. Helyjegy váltására csak elővételben van lehetőség, csak a megjelölt járatokra, akár már 60 nappal a busz indulása előtt. Így vásárolható helyjegy a MÁV appon androidos telefonnal. Nyissuk meg a MÁV alkalmazást. Válasszuk a közlekedési eszközök közül a buszt, majd nyomjuk meg a rendben gombot. Adjuk meg, hogy honnan, hova szeretnénk utazni. Válasszuk ki az indulási időt. Adjuk meg az utasok és kedvezmények mezőben, hogy ki utazik és milyen kedvezményekkel rendelkezik. Jelen esetben országbérlettel rendelkező utasnak vásárolunk, így már csak a helyjegy árát kell kifizetnünk. Fontos, hogy a szolgáltatások menüpontban jelöljük be a helyjegy másodosztályú menüpontot, és figyeljünk arra is, hogy a második kocsi osztály legyen jelölve. Arra a buszra van lehetőség helyjegyet vásárolni, amelynek sorában megjelenik az R betű ikon is. Nyomjuk meg a kívánt járat melletti kosárikont a vásárlás megkezdéséhez. Közvetlenül a járat indulása előtt helyjegyváltására már nincs lehetőség, erről felugró ablakban kapunk tájékoztatást, vagy a kosárikon már eleve át van húzva. Tetszőleges hely kiválasztása még csak a jegy.mav.hu oldalon lehetséges, de az applikáción is kiválaszthatjuk, ha egy korábban megvásárolt helyjegyhez a lehető legközelebb szeretnénk jegyet kapni, vagy ha például kifejezetten ablak mellé szeretnénk ülni. Adjuk meg a jeggyel utazó adatait, adjunk meg számlázási adatokat, és fizessük ki a jegy árát, mely az online vásárlás miatt olcsóbb, mint papír alapon megvásárolva. A jegy bemutatására csak a MÁV appban van lehetőség a jegyeim menüpontban. Vásárlás után érdemes betölteni a jegyet, így az később akkor is megnyitható marad, ha nincs térerő vagy nincs mobil internet a telefonon.